Köszöntöm a nézőket! Bonyhádon vagyunk, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének székházában, és a vendéglátónk Illés Tibor elnök, akivel évet fogunk értékelni. Köszönöm szépen, hogy eljöhettünk ide, és ezt a csodálatos helyet megnézhettük. Köszönjük szépen, hogy megtiszteltek. Milyen volt a 2021-es év? Nagyon nehéz volt már a 2020-as év is mindenkinek a pandémia miatt. Meg tudták-e rendezni az eseményeiket, illetve mi az, ami elmaradt, amit el kellett egy kicsit tolni? Hogyan alakult ez az év? Hát a januárban már tisztában voltunk azzal, hogy mi vár ránk. Tehát úgy is próbáltam a programokat szervezni, illetve tervezni, úgymond, hogy ez a fél év, ez kínlódás lesz, tehát nem igazán lehet komoly programra gondolni. Úgyhogy hát valóban így is történt. De az előkészítések, ugye a pályázatoknak a befejezése, tehát volt egy időnk erre. Tehát azért volt feladat, meg munka bőven. És hát akkor tulajdonképpen júliusban tudtuk elkezdeni már az intenzívebb munkát, programoknak a teljesítését, hiszen a néprajzi táborral tudtunk nyitni, amelyet Kismányokon szerveztünk, és végül is akkor betervezett, úgymond, tehát a második fél évre betervezett programunk, az mind meg tudtuk valósítani. Hogyan kell elképzelnünk a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségét? Hogyan lehet ide csatlakozni? Mely területet fedi le? Hát a szövetség az egy ernyő szervezet, tulajdonképpen összefogja azokat a csoportokat, és így is indult az egész, hogy egyfajta programot tudjunk nyújtani, segítséget adni. És hát természetesen minden egyesület, minden tagegyesületünk önállóan dolgozik, tehát abban nem fogunk, meg nem is szeretnénk beleszólni, de mindenképpen számítunk, illetve olyan programokat tervezünk, ahol minden csoport, minden közösség megtalálja a saját örömét. Mennyire aktívak a különböző kis csoportok? Hála jó Istennek elmondható, ugye az említett vírus mindenhol azért rombolt, úgymond, főleg lelkiekbe, de én úgy gondolom, hogy feltétlenül ugye itt végül is hosszabb távra kell gondolkodni, tehát a kultúránk, hála jó Istennek, azért sok mindenen keresztül ment, és megmaradt. Úgy gondolom, hogy most is hasonlóan túl fogjuk élni, és mert igénylik az emberek, sőt, talán minél jobban értékelik, talán ez a fajta fék, ami közbe jött, ez mindenképpen úgymond rávilágítja, hogy mennyire törékenyek az emberi lelkek is tulajdonképpen, mert volt, aki tényleg megtört, voltak csoportok, ahol szinte újra kellett tervezni az egészet, mert azért ugye itt nagyrészt idős emberekről lévén szó, azért egyfajta félelemben sem lehet élni, úgy gondolom, mert mindenképpen ezek a programok, meg ezek a közösségi összejövetelek egyfajta lelki támaszt is adnak, és átsegítik azokon a nehéz helyzeteken, amelyeket az ember minden nap megél. Említette, hogy főként idős emberekről van szó, de voltunk a táborban, az említett néprajzi táborban, és ott láthattuk, hogy nagyon sok kisgyereket foglalkoztatnak, nagyon sok szülő elviszi a gyermekét ilyen táborokba. Mennyire jellemző az, hogy érdeklődnek, akár nem bukovinai székely származásúak, a kultúra, a népművészet, a néphagyomány iránt? Hát ugye ez egy folyamat, tehát az ember igyekszik becsempészni, mert nem lehet rájuk zúdítani ezt, de hogyha a szülőtől, a nagyszülőtől végig is ezt látja, megéli otthon, mert ugye ez a fontos, mert beszélhetünk bármiről, ha nem éljük meg. Úgy gondolom, a gyereknek mintát kell adni, főleg a mai világban, a mai időkben, de mindig is így volt. Hiszen akkor három generáció együtt élt, és az idős volt, aki tényleg továbbadta ezeket az értékeket. És itt hát sajnos elmondható, hogy a mai kor azt hozta, hogy az idősek szinte feleslegessé váltak, legalábbis sok helyen ugye látni, holott úgy gondolom minden kornak megvan a szépsége, megvan a miértje. És ha feladattal látjuk el, akkor ez mindenképpen egyfajta túlélést is segít, és egyfajta védekezési erőt is jelent az emberek számára. Hát én örömmel láttam, és igyekszünk mi is olyan programokat tervezni, mint ahogy említettem, hogy be tudjuk vonni a fiatalokat,
akár táncba, akár énekbe, hiszen ilyenfajta úgymond versenyeket rendezünk, amelyek lehetőséget adnak a kibontakozásra a fiatalok számára. És ugye ott jártunk Kismányokon, és láthattuk, hogy az a székelyport az gyönyörű, amit önök megépítettek. Egyáltalán mi hívta életre ezt a székelyportát, illetve egy picit, hogyha így bemutatná nekünk, hogy milyen részekből áll a berendezést, hogyan sikerült beszerezni, vagy hogyan sikerült berendezni ezt a házat? Hát igen, most már hosszú évek óta járok ki Bukovinába, úgymond ahonnan eljöttek a bukovinai székelyek, hiszen kerek 80 éve, ahogy elindultak. És hát ugye ezek faházak, tehát egyértelmű, hogy egy idő után azért elbomlanak és tönkre mennek. Meg ott is ugye azért halad a világ, ugye ezek kis telkek voltak, összeboronálják úgymond, és hát így azért elveszti a jelentőségét, a jellemző vonásait. És hát ezt látva gondoltam, illetve gondoltuk, hála jó Istennek, voltak nagyon sok segítők, köszönöm is tőlük nekik. És hát az első terve az volt, hogy onnan egy szétszedett házat hozni, de hát ugye az már se ilyen statikai szempontból, ugye ácsolat, ugye ezek ácsolt fák, tehát már nem volt igazság szerint olyan biztonságos, meg már nem érte volna meg. És így elindult a gondolkodás felé, hogy építsünk egyet, hiszen azért el kell mondanom, hogy azért 80 éve nem épült, hiszen Bukovinában épült utoljára ilyen hagyományos, úgymond formát adó ház, hiszen ott is háromfajta háztípust tudunk megkülönböztetni. Ugye volt a gömbfa, például ugye az ember Lengyelországban, Zakopanéban megy, akkor látja ezeket. Vagy pedig ugye a másik megoldás, amikor már úgy sarkították a fákat, és úgymond bevakolták, tehát belécezték, és ilyen sáros polyvás sárral be. És na most ezt próbáltuk, illetve a harmadik, ugye, amikor egy ilyen típus házak voltak. Végülis a középsőt választottuk. Egy az, hogy autentikus, másik az, hogy gondozás szempontjából is ugye a fát azért, hogyha nincs bevakolva, azért sokat kell festegetni meg. Így is a zsinde tulajdonképpen, és itt el kell mondanom, hogy az anyagot hála jó Istennek kintről tudtuk hozni. Ugye a Hargitáról, illetve hoztuk, vásároltuk a fát, a zsindeit is onnan ott készítették hagyományos módon kézzel. Tehát mindent igyekeztünk úgy megvalósítani, és avval a technológiával, amit valamikor kint használtak. És hát tényleg sokan jöttek, hogy hú, hát kinek a háza volt ez, mert annyira és egy jó is esett, főleg idős emberek tényleg volt, aki sírva fakadt, amikor látta, és hát most is nem egyszer van, hogy jönnek azért, hála Istennek, sokan látogatják, és mintha otthon lennének, ugye, akik ott születtek. Hát maga a háznak a részei, ugye ez egy hármas tagozódású épületek, ugye van a sok helyen tiszta szobának, nálunk nagyháznak nevezték, illetve ott a kicsi ház, és abban éltek, valamint ahogy belépünk, akkor ott az eresz, illetve tehát ott főztek, ott szinte mindennapjaikat ott töltötték, és akkor oldalt volt egy ilyen oldalkamara, ami spájznak is nevezhetjük, de mondom, télvíz idején nem egyszer mondtam, hogy még kismalacokat is tartottak, sőt, még az öreg asszonyt is bedugták oda, hogyha sok gyerek volt, úgyhogy így minden része ki volt használva, és hát sokan mondták azóta is, hogy elfogadnák ezt a házat, ugye építettek sok nagy házatokat, aztán most meg egyedül rohangálnak, vagy takarítanak. Úgyhogy ezek bőven megfeleltek, én úgy gondolom, egy életre összehozta az embereket, hiszen nem egy nagy ház, ahol alig találják egymást, úgyhogy én úgy gondolom, hogy sikerült megvalósítani, és öröm, hogy most tudjuk folytatni, hiszen egy csűrrel szeretnénk bővíteni, illetve már is indult ugye ennek az építése. A gondolata honnan jött, hogy ugye azokat a szakmákat, amiket kint űztek, illetve tulajdonképpen végeztek a székelyek, bukovinai székelyek, az valamilyen szinten megmenteni, tehát akár a szerszámokat, akár a maga a technológiákat, amíg még van kitől átvenni.
Úgyhogy egy ilyen bemutató terem is lenne belőle, illetve hát tulajdonképpen néprajzi táborunk, ugye minden évben ott szervezzük, és hát akkor ilyen szempontból is ki tudnánk használni, hogy még egy épület, hiszen bent azért nem fogunk faragni ugye a Székelyportán, és itt viszont lehetőségünk lesz, vagy akár egy kis tánccsoportnak, tehát bővíthető. Tehát elég sok felé gondolkodunk abban, hogy ugye hála jó Istennek sikerült gazdasági eszközöket is beszerezni, úgy mint szekeret, mint bukovinai. Úgyhogy így úgy gondolom, hála jó Istennek szaporodik azok az eszközök is, amik még úgymond kintről hoztak a székelyek, úgyhogy ezeket is szeretnénk elhelyezni. A berendezési tárgyakat azt úgy kapták ajándékba, vagy önöknek esetleg bármiféle örökség, vagy hogyan sikerült ilyen szépre berendezni? Hát igen, sokszor gondolkodok rajta, hogy ugye már teljesen lemondtam róla én szinte már az elején, hogy ilyen berendezéseket még tudunk beszerezni, hiszen mindenhol már azért felgyűjtötték, de hála jó Istennek azért sikerült, és valahogy mindig úgy alakult, hogy volt, aki pont akkor pakolt, illetve eladta a házat, az feleslegessé vált, és tényleg így sikerült. Tehát volt, amit megvásároltunk, de nagyrészt, amit köszönünk is utólag is mindenkitől, hogy úgy gondolta, hogy ott jó helyen lesz, és hát fölajánlotta a Székelyporta a berendezéseként. Úgyhogy mind szinte nagyrészt. Természetesen az asztalok, meg egyebek, ugye hát mindent nem hoztak a székelyek, hiszen úgy menekültek. Amit tudtak, ugye elhoztak Bácskáig, de hát Bácskából már aztán futni kellett, úgyhogy ott sok mindent nem fért föl a szekére. De hát amit tudtak hozni, azt hoztak, amit meg itt találtak, ugye, mert a svábok házában lettek elhelyezve, ugye azt használták. Egyébként önök az ön családjáról egy picit mesélne nekünk, hogy önök hogyan kerültek ide? Tolna megyébe? Hát a szüleim azok mind a ketten bukovinai székelyek, tehát hadikiek. Anyukám él még, ő még ott született. Úgyhogy hát ugye ott elindították, ahogy említettem, Bácskából őket, illetve elindultak, menekültek. Úgyhogy járták ott a környezetet egészen, szinte egész Dél-Dunántúlt. Bekújtorogták, amíg végre sikerült úgymond a völgységbe letelepíteni őket. Hát nem rajtuk múlott, hanem egyszerűen ez a világ volt. És itt se akartak. Tehát amikor eljöttek, akkor is azt az ígéretet kapták, ugye a Bukovinából eljöve, hogy és ezt is szerették volna, és ezért indultak el, hogy a belső Magyarország területére fognak kerülni. Ők nem akartak más házába kerülni. Csak hát ugye közben Bácska ugye felszabadult, visszacsatolták Magyarországhoz, és ugye hát a szerbek szinte tényleg sokszor mondják is, hogy még forrt a leves, amikor elmenekültek a szerbek. Hát nem ők küzdték el, hanem egyszerűen ez volt. És berakták a házukba, amit nem szerettek volna, és hát tényleg sajnos ugye nem volt egyszerű élet, mert azért ez a félelem bennük volt, hogy és mondták, és ugye vissza-vissza jöttek a szerbek, és azért, hogy megölik őket, mind ahogy meg is történt, ugye 42 férfit egy éjszaka lemészároltak. És hát úgy onnan is elmenekülve itt meg a svábok házába, amit megint nem akartak, hiszen a saját házat szerettek volna, illetve fölépíteni hát az ő kultúrájuk szerint. Nem pedig máséba, de hát itt is áldozatai lettek egy ilyenfajta helyzetnek, történelmi helyzetnek, és hát ez lehetett, hiszen nagy családok voltak, ugye itt azért 10 gyerek nem volt ritka, és hát azt kellett elfogadják, amit tudtak. Úgyhogy sok idős ember mondta, hogy akkor éreztem igazán magaménak, amikor felépítettem a sajátomat, mert addig még mindig a máséba laktam. Igen. Egyébként a népviseletet mennyire sikerült megőrizni most így, hát, így a mai korra? Igen. Hát ugye itt is elindult ugye a századfordulón egyfajta váltás, úgymond a polgáriasodás. Talán Bukovinában, mivel egy zárt közösség volt, ott azért jobban kitevődött, mint mindesetleg Erdély más területére. Itt azért megmaradtak autentikusabban
akár a maga az öltözet is, akár az énekeik, táncaik. Tehát úgymond ugye, mert csiki és háromszéki székelyek voltak tulajdonképpen az ősök. Madéfalvi vérengzés után ugye azok menekültek el. És hát én úgy gondolom, hogy igyekeztek mindig megtartani ezeket az értékeiket, hiszen ez volt az, ami a sajátjuk volt. És hát itt is arra törekszünk, ugye a szövetség is indított egy ilyen úgymond kézimunka műhelyt, kézműves műhelyt, ahol igyekszünk ezeket a fogásokat újra tanulni, úgymond a szedetting, tehát minden évben hála Istennek sikerül pályáznunk, és így azért be tudunk vonni. Hát először szövést szerettünk volna, ugye, és hát van szövőszék 11 néhány, de hát jelentkeztek 70-en. Mondom, hát most 70 ember, egy másik az, hogy a szövőszéket haza se vihetik, ugye, és akkor jött a gondolat, hogy akkor a kézi munka ennek a részét veszük, akkor a szedettinget, hiszen azt berakják a ridikülbe, aztán elviszik, és otthon tudják azért még gyakorolni. Úgyhogy így ilyen dolgokat sikerül, ugye az idén a férfi ruhákat, viseletet igyekeztünk. Hát minél nehezebb most már az ilyen szakadóhatott ember találni, aki még úgymond ismeri ezeket a fogásokat, de azért úgy gondolom, hogy azért sikerül, és rajta vagyunk a dolgon, hogy átadjuk a fiataloknak, és öröm számomra tényleg, hogy itt is be tudjuk vonni azokat a szülőket, akiknek a gyerekei ugye táncolnak, és akkor így egyszerűbb, olcsóbb, és meg tudják csinálni. Fafaragások is különlegesek, egész Erdélyben tulajdonképpen, de van-e kifejezetten bukovinai székely faragás, vagy itt is azért attól függően, hogy milyen vallású, vagy melyik faluból származtak, más eltér egymástól ezek? Eltérnek egymástól? Ugye, hát azért el kell mondani, itt a viselettől kezdve sok minden eltér, még a csobányolás is, ugye, ami Karácsony környéken ugye van, Vízkeresztig. És tehát mindenbe igyekezett minden falu közössége a sajátját belevinni, és meg például az Andrásfalvi másabb volt egy picivel, de másabb volt, akár öltözetbe, akár a maga a beszéd, tehát tulajdonképpen a szövegbe. Úgyhogy ugyanígy volt a faragás is. Azt el kell mondani, ugye, hogy Bukovinában azért nem volt ez a fajta székelykapu készítése, mint ahogy Máréfalván például, ugye, ahol a legtöbb székelykapu van, Erdély más területein. Itt is készítettek sokkal egyszerűbbet. Ugyanugye a Bukovina szó az tulajdonképpen bükfát jelent, bükfaerdő, de érdekes módon én arra jártam, én még nagyon sok bükfával nem találkoztam, de hát biztos, hogy volt sok, csak hát most nincs. Úgyhogy, és ugye abból készítették, tölgyből, bükkből a székelykaput, de inkább ezt úgynevezett egyszerűbbet választották, tehát úgymond a gyalogkaput úgy nevezik, ugye, amikor nem az a felső nagy, hatalmas nagy ugye, födelet kap, hanem van két kapusas, úgymond, és akkor van egy kicsi bejáró. Tehát inkább ez tapasztalható meg. Lehet, hogy korábban volt, de a fényképek tanúsága ezt mutatja. Hogyan fog telni a karácsony? Hát igen, itt úgy gondolom, hogy mindenhol most már talán felszabadulunk lassan, és hát szerettünk volna a csobányozást is, hiszen kaptunk is meghívást, van a szövetségnek is egy csoportja, egy hagyományozó csoportja is, és ugye tavaly, meg tavaly előtt, illetve tavaly kimaradt sajnos, de azelőtt is voltunk, Gencsapátiba például, tehát többfelé meghívtak. Az idén is kaptunk meghívást, de hát itt ugye közbe szólt ez a helyzet, és hát itt, mivel idős emberek, és azért el kell mondanom, hogy itt például ez a népszokáshoz hozzá tartozik, hogy nők nem igazán vettek részt, hiszen ez ugye elindultak, és szinte egy hétig mentek házról házra, és ugye férfiak voltak, a most nőket így nem keverték bele a dologba, úgyhogy az Angyalka is fiúgyerek volt, ugyanúgy a Szűz Mária is fiúgyerek volt, úgyhogy így igyekeztünk mi is ezt megtartani, úgyhogy nálunk is így volt hasonlóan. De hát sajnos ugye
mondom, tehát nem sikerült ezt megvalósítani, de hát azért a család összejön, hogyha otthonra gondol, de úgy gondolom mindenhol szűkebben, és talán nem egyfajta vásárlásba merül ki a dolog, hanem tényleg az együttlétbe inkább, főleg ebbe az ínséges időbe. Van-e valami speciális étel, amit karácsonykor mindenképpen fogyasztanak? Hát ez mindenképpen a töltött káposzta, ugye, hát ez olyan székelyház nincs, ahol a fonott kalács, meg a font kalács, ugye, meg a töltött káposzta, hát az a főmenü, ugye, mi nálunk is, ugye, éjféli mise utána az, amiben, de ugyanúgy húsvétkor is hasonlóan, meg bucsukor, ugye, meg volt a rendje, hogy mikor van. Úgyhogy itt úgy gondolom ezt mindenképpen, és akkor a család összejön, és akkor nagyon éhesek vagyunk. Köszönöm szépen, hogy eljöhettünk, köszönöm a beszélgetést, és akkor boldog ünnepeket, és még boldogabb új évet kívánok, és azt kívánom önöknek, hogy minden rendezvényüket, amit elterveztek, azt tudják megszervezni, és bízom benne, hogy mi is tudunk majd tudósítani ezekről az eseményekről. Köszönöm szépen, hogy eljöhettünk. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltek, és hát mindenkinek boldog karácsonyt. Szeretetteljes karácsony, mert főleg az a lényeg, hogy szeretetben együtt legyünk. Köszönöm szépen, ez volt erre a hétre a Székely Magazin. Viszontlátásra!